A Széchenyi István Egyetem laboratóriumai egész este nyitva tartottak a kutatók éjszakáján. A különböző tudományágak professzorai egyetemi laborbejárás során mutatták meg az érdeklődőknek eszközeiket, különböző méréseiket és aktuális munkáikat. Mi elsősorban arra koncentrálunk, hogy az általános iskolásokat, illetve a középiskolásokat megfogjuk, megragadjuk érdekes kísérletekkel. A fő cél az, hogy magát a látványt felkeltsük. Mi például az elektromágneses terek laboratóriumban általában villámokat szoktunk megmutatni, hogy valami szikrázik, hogy mozog, hogy például egy mágnes egy részcsőben miért úgy esik le, miért nem úgy, mint egy vasdarab, ugye például a Lenz törvényt tudjuk nagyon egyszerűen megmutatni. A tanszékvezető úgy látja, hogy az ennyidős gyermekeknek a látványos kísérletekkel lehet a leginkább felkelteni érdeklődésüket a tudomány iránt. A legnépszerűbbnek az elektromágneses terek laboratóriuma bizonyult. Más laboratóriumunkban hosszabb előadásokat hallgathattak végig. Itt azonban szikrákat és villámokat szórtak a különböző eszközök. Volt már olyan tanítványom, aki a 8. nyitott kapok napján azért választott egy intézményt, mert a fizika tanár olyan érdekes kísérleteket mutatott, hogy a többi őt már nem is érdekelte. Úgyhogy szerintem biztos, hogy ez is fog nekik jelenteni valamit. Már ide jöttünk, akkor azt kérdezték, hogy ide hogy lehet bejutni, de ők még csak általános iskolások, tehát ő nekik még azért van ezen mit gondolkodniuk. A gyerekeknek nagyon tetszettek a különböző laborok. Többen elmondták, remélik egyszer egy ilyen helyen tanulhatnak majd. Voltak távközlési előadások, voltak elektronikai kísérletek és régi fizikai tudósokról nek a kísérleteit mutatták be nekünk. Nekem ezek tetszettek a legjobban, az elektronikai kísérletek. A kutatók éjszakájának fő célja volt, hogy meg tudják szólítani a fiatalabb korosztályt és közelebb hozzák a tudományt. Bíznak benne továbbá, hogy ezek közül a kisdiákok közül kerül majd ki a Széchenyi István Egyetem tudományos utánpótlás bázisa.